Az idei tél ez idáig nem szolgáltatott maradandó havat. A társaság azonban idén is igyekezett a leghidegebb évszak egyik legvidámabb szórakozásának a feltételeit megteremteni. Kikapcsolódunk, játszunk, csúszkálunk. Gyerek nagyon szereti havat, ami mostában nem nagyon van. Utóbbi 5 évben nem is nagyon volt erre lehetőségünk, hogy elmenjünk valahova. Ki kell használni. Nagyon szeretek itt szánkózni, hát most az idén lehet, hogy nem lesz annyi hó, de köszönjük a lehetőséget, hogy befújtátok a dombot. A Szolnoki Város Üzemeltetési Kft. Illetékese elmondta, hogy a hóágyúzáshoz szükséges a tartós hidegidő. Ez fagypont alatti, körüli vagy néhányal a 0 Celsius fok fölötti hőmérsékletet jelenti napközben is. Nagyon vártuk Szolnokra az igazi teret, de ez igazából nem érkezett meg, viszont az elmúlt héten olyan mínuszfokok voltak, amelyek lehetővé tették, hogy a hóágyút felhasználva a Várkonyi téren több ezer gyermek szórakozására, úgy, mint a tavalyi évben is, megfelelő minőségi havat tudjunk a szánkózáshoz produkálni. A hóágyú -3 Celsius fok alatt üzemel stabilan. Minél hidegebb van, annál nagyobb mennyiségű hó előállítására képes a rendszer. A megfelelő mennyiségű hóhoz a hóágyút éjszakánként is működtetni kellett.